Most. Kedves jelenlévők, kollégák és érdeklődők, ma Alessandra Piontelli könyvének bemutatójára kerül sor, amelyről szeretnék Noémivel, a lányommal együtt néhány gondolatot közölni, hogy mielőtt elszánják magukat a könyv elolvasására, egy kis ízelítőt kapjanak abból, miről is szól ez a különös könyv, amelynek címe Ikrek a világban, életük és az őket övező legendák. A könyv eredetileg angolul 2008-ban jelent meg, most a magyar megjelenése alkalmából szeretnék először a szerzőjéről néhány gondolatot közölni. A pszichológusok számára nagyon ismerős a név, számomra pedig, mint Ikrek édesanyja, számára különös jelentőségű az ő 1989-es munkája, amelyben tulajdonképpen megalapozta az Iker irodalomban a világhírét. Amikor bevezetésre kerültek az ultrahangvizsgálatok, ő orvosként, szülész főorvosként egy ikerosztályt vezetett, és itt módjában állt, hogy az ikreknek a magzati fejlődését tanulmányozza ultrahangos vizsgálattal. Azok a képek, amik szerteröppentek a világba, a mélyen belüli iker helyzetről, mozgásaikról, játékaikról, feltételezett játékaikról, és a kapcsolatról, magáról megváltoztatták az iker szemléletünket. Piontellinek az első ilyen, az ikrekkel kapcsolatos munkája, 30 ikerpár, 6 éven keresztül történő vizsgálata, tehát szinte a fogamzástól, illetve a megállapított iker terhességtől kezdve a gyermekek 6 éves koráig követte a fejlődést. Azért érdemes erről néhány szót szólnom, mert a szerző beállítottsága, természettudományos és biologisztikus gondolkodása már ebben a könyvben is erőteljesen tükröződött, holott az ő munkája indította el valóban a kivirágzását a prenatális pszichológiának, hogy a méhen belüli úgynevezett intrauterin 9 hónap olyan különleges folyamat, amelynek már az embergyerek fejlődésében pszichológiai jelentőséget tulajdoníthatunk. Érdekes módon Piontelli elég határozottan elutasította a prenatális pszichológiának azokat a megállapításait, például vagy beajánlott tételeit, hogy a magzat valójában kompetens, ez a kompetens magzat fogalma, ez eléggé meghonosodott a pszichológiában. Tehát minden olyan, ami esetleg pszichológiailag értelmezésre került, és összefüggésben áll a lelkiséggel, Piontelli számára elég távoli, például az intrauterin mozgásoknak az értelmezésében is, eléggé biológiai, reflexes, szükségszerű a fejlődés biológiai meghatározott vele járójaként értékelte. Az, hogy ilyen nagyon objektív és orvosi és biologisztikus a szemlélete, szinte különös összefüggésben áll azzal is, ahogyan ő ugyanakkor hihetetlen anyaszívvel, ő maga is két gyermekes édesanya, anyaszívvel fordult mindenütt a világban, amerre csak járt, az iker gyerekek felé, ahol csak megfordult orvosként, hiszen nagy orvosi pálya áll mögötte. Az egészségügyi világszervezet megbizottjaként szinte azt lehet mondani, hogy Európán kívül az összes kontinenst végig látogatta, minden esetre, hogy Afrika, Közép- és Dél-Afrika tartományaiban több helyen az volt a világszervezet megbízásából a feladata, hogy egészségügyi ellátás alapintézményeit kiépítse, a gyakorlati ellátást bevezesse, az AIDS elleni küzdelmet bevezesse, hogy a gyógyításban az epilepsziás betegeknek a szakszerű ellátását biztosíthassa, és hogy erre betanítson olyan kollégákat, akik a világ végén, hát a fejletlen kultúrákban, társadalmakban próbálták a korszerű orvoslást alkalmazni. Érdekes, hogy már gyerekéveiben is, ugye Afrikában járt a szüleivel, és ott éltek egy ideig, és támadt egy olyan fajta mély vágya, hogy ő valahogy elhagyva Európát, Afrikába, vagy valahová más kontinensre eljusson. Afrikában mindesetre olyannyira visszavágyott, hogy amikor az orvosegyetemi szakvizsgára készülő időszakát töltötte, akkor Afrikában élte át ezt a kötelező gyakorlati időt. Volt egy vágya, hogy távoli kontinenseken is szolgálja az orvostudományt, és ez az
orvostudományi, biologisztikus, természettudományos beállítottság, ez meghatározta a kereső munkáját, sőt azt is, ahogyan ő a felkutatott ikrekről, az ikrek körülményeiről nyilatkozik. Persze ez a munkája, azt várnánk, és a bevezetőben el is mondja, hogy nem a szokványos ikerkönyv, mert ugye általában az ikrekről szóló munkák ismertetik az ikrek intrauterin állapotait, fejlődési jellegzetességeit, pszichológiai összefüggéseit, szociológiáit. Ő ez esetben szinte azt mondhatnám, hogy ha fémjelezhető a munkája, kultúrantropológiai könyvet írt. Ahány országban megfordult, mindenütt utána kutatott az ikreknek, és nézte, hogy milyen az adott kultúrának vagy vallási szemléletnek a viszonyulása az ikrekhez, és hogy milyen létlehetőséget adnak az ikrek számára aszerint, hogy akár a vallási meghatározottság, akár a kultúra normaképző folyamatai mit engednek meg, vagy mit nem. Tehát ezt a könyvet egy mondattal meg kellene határozni, hogy miről szól. Arról, hogy a különböző kultúrákban milyen módon viszonyulnak az ikerséghez magához, milyen hiedelmek, mítoszok, elgondolások élnek, és hogy ennek jegyében, szellemében mi az, amit az ikreknek lehetővé tesznek az életüket illetően. És így tulajdonképpen érdekesen írja le saját maga is azt, hogy egy fordított dantei utat követ, mert nyilvánvaló a sűrejébe, a nehézségeibe rögtön bevinni az olvasót egy kicsit meredek volna, és először azzal kezdi, hogy az ikrekről kialakított olyan hiedelmek, hogy szentek, hogy hatalmas erőt tulajdonítanak nekik, hogy a normáltól való eltérés, hogy egyszerre ketten születnek, magukkal hoznak olyan szentséget, olyan kiválasztottságot, olyan különlegességet, ami által a kultúra maga fölé emeli, de már nem csak magát a gyerekeket, hanem az édesanyát is, és így körül övezi a szentségnek kiáró tisztelet. Hát ha mi a könyvét elkezdjük olvasni, a két fejezettel is találkozunk, amely arról szól, hogy hogyan istenítik az ikreket, hogy hogyan emelik föl a szentség magaslatára, és egyben itt mondom el, hogy tragikus ennek a konklúziója, ugyanis arról van szó, hogy az egész ikerhelyzet, ezzel, hogy kiemelik a normál fejlődésből, hogy az édesanyával való kapcsolatot is döntően meghatározzák csak a biológiai gondoskodásra, hogy izolálják az ikreket, hogy szeparálják, hogy különleges öltözékben, mint egy körülveszik az imádattal. Az ikrek magukra maradva csak ketten vannak egymás számára, és ez a szeparáció, izoláció, az érzelmi ellátottságnak a hiánya mindenfajta istenítő és segítő beavatkozás ellenére is egy prizonizációs, tehát tulajdonképpen egy börtön effektust eredményez, és így érzelmileg súlyosan károsodnak, érzelmileg halott, tekintetűek, lefagyottak, érzelmileg nehezen megközelíthetők. A továbbiakban, amikor már így betekintettünk abba, hogy ahol nagyon kiemelik az ikreket, és úgymond megkülönböztetetten jól bánnak vele, ott sem járnak jól szegények. És ez következik aztán sorra véve az különböző országokban az ikrekhez való negatív viszonyokat, különféle okok miatt előálló olyan helyzetek, ami miatt az ikerség nem kívánatos, az ikerség felszámolandó, az ikrek elpusztítandók, vagy az egyik az ikerpár tagjai közül legalább negatív sorsra van ítélve. Tulajdonképpen rátekintünk arra, hogy egy milyen hatalmas hasadás van a fejletlen országoknak a mitológiai, vallási, kulturális, mondjuk például a vudu kultúrának a szemlélete, a sámánizmus, vagy a vallási képzeteknek a hatalma révén, hogy milyen hatása van arra, hogy viszonyulnak az ikrekhez, holott nagy részt észrevehető, hogy azok a gazdasági ellehetetlenülések és a nagyon negatív életkörülmények, ahogyan nem tudják ellátni jól az ikreket, ahogyan kritikus még a születő
egy gyermeknek is a túlélése. Valójában egy alapvető biológiai parancs uralja az ikreket elutasító, vagy az ikreket hát halálra ítélő országokat is. Bármilyen a háttérideológia, ahol a gyermekek számára maga a létatét, ahol nem tudják biztosítani a létfeltételeket, ott a legkülönbözőbb magyarázó rendszerekre építve az ikreket sajnos negatív sorspályára indítják. Most, hogy erről konkrétan talán a könyv egyes fejezeteit illetően mondjak információkat, például az Őrzők és kirekesztettek című fejezet arról szól, hogy a tulajdonítás az ikerhelyzetre, hogy van elsőszülött, másodszülött, érzelmileg az elsőszülöttet privilegizált helyzetbe helyezi, a másodszülöttet pedig tulajdonképpen akár a szélső pontig, hogy halálra ítéli, minden esetre háttérbe szorítja. De hogy ez a szemlélet, hogy úgyis objektíve van biológiailag első és másodszülöttség, hogyan nyer értelmezést, nagyon érdekes, mert hogy a fontossági sorrend az a születési sorrendnek feleltethető meg, és a másodszülött úgy jelenik meg, szinte Piontelli pszichoanalitikus is, ilyen képzettséggel is rendelkezik, és ő értelmez is, hogy úgy jelenik meg, mint Jung pszichológiájában az árnyék személyiség a negatív töltéseket hordozó. Tehát van a jó és a jó és rossz dihotómiája, és így a másodszülötté lesz az a sok-sok negatívum, ami egészen a végső pontig, hogy gonosz, viszi el a rávonatkozó tulajdonításokat. Ez a szép gyerek, csúnya gyerek, jó gyerek, rossz gyerek, mozgékony, passzív gyerek, értékes vagy úgymond selej gyerek, vagy hogy mit ér a társadalmi megítélésben, hogy kislány, akit majd eladunk, ha felnő, és akkor 2-3 tevét is adnak érte, mert olyan szép, az értékében megemeli a lánygyereket, mégis viszont a testvérét esetleg, aki nem éri el ezt a szépségi fokot, leértékelik, alulértékelik. Vagy hogy másik példát hozzak, ami sokkal súlyosabb. Bankokban például, hogyan bocsátják áruba az ikreket, hogyan adják át szinte kézből kézbe tovább, játékszerként használva, mint hogy a fiúk a nősüléssel eléggé késedelmesek, a közbülső időszakban a szexuális beavatásnak a játékszereiként kiskorú kislányokat, ikerlányokat, mintegy odatnak, hogy partnerként szórakozzanak vele, és mintegy levezessék a szexuális szükségleteiket, vagy például Etiópiában, ahol olyan szélsőséges viszonyulás alakul ki, hogy minden egyes megszülető ikret halálra ítélnek, és a születést követően a legdrasztikusabban vagy eleve elássák, és csak a feje van szabadon, hogy majd a tűző nap a sivatagban, hát mint egy elenyésze kiszárítsa őket, vagy nem is mondom tovább a kínzási módszereket, döbbenetes, a bozótban, ahol megszülik, a bozótban hagyják, és a hiénák rövidesen végeznek velük. Tehát tulajdonképpen megszabadítják a világot az ikrektől. Itt belátható, hogy Etiópiában, ahol például van róla kép is a könyvben, az édesanyja cipeli az egyik iker gyerekét hátul, ő az árnyék személyiség egyébként, aki kevésbé fontos, és ez valahogy így alakul lélektől vezetetten ösztönösen is. Elől van a fontos gyerek, akit legutoljára hagy el a mama, és tesz le magáról, és hogy hogyan cipeli, és hogyha a közösségtől lemarad, és hogyha nem tudja követni azt a tempót, amiben a nomád élet beparancsolja, akkor sajnos ő maga is halálra van ítélve, és ezért sorra szabadul meg a gyerekeitől, hátáról levélve az egyiket elhagyva, majd pedig, amikor végszükség helyzete áll be, akkor mindkettőt elhagyva. Hát olyan módon döbbenetes információt, tömeget kapunk ebben a könyvben, és olyan sok negatívumot az ikerséggel kapcsolatban, hogy szinte egy sajnálat érzés fogja el a lelket, hogy ikernek lenni nem pozitív kiváltság, ha az akkor is nagyon ártalmas, nagyon súlyosan negatív kiváltság, aminek valahogy megvan a következménye, még az olyan országokban is, ahol fejlettebb kultúra, akár például nézzük meg a mi viszonyaink között az ikerséghez és az ikrekhez való viszony. Eleve tudjuk, hogy
A gyermekek fölötti rendelkezés joga 1870-ig világszerte nem volt törvény által szabályozva, tehát a szülő rendelkezhetett a gyerek életével. Angliában jelent meg 1874-ben az első olyan törvény, amely az újszülött életét védelmezi, és ezt követően, mintegy 20 év múlva már a bántalmazásra vonatkozóan, annak tiltására vonatkozóan is megjelent törvény. Mindezzel csak azt szeretném mondani, hogy még az európai kultúrában is fokozatosan alakult ki, hogy a gyermeket nem tárgynak, nem egy öregségi biztosítéknak, nem egy pénzkereső jövőre vonatkozó biztosítéknak, nem szexuális céltárgynak, nem valamiféle a felnőttek életében hasznot hozó lénynek tekintették, hanem az érzelmi viszony vált uralkodóvá. És tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az 1800-as évek végétől bontakozik ki az a kultusz, és ezt mind olvashatjuk is Piontelli könyvében, de ha rátekintünk az ikerség értékelésére, és a rengeteg negatívumra, hogyan utasítják el egészen a végső pontig, a megöletésig, megölésig az ikreket, a fejletlen és az olyan kultúrákban, ahol gazdaságilag valóban újra azt mondom a lét a tét, és hogy hogyan változik meg a mi kultúránkban az ikrek való viszony az anyaság kultuszával. És ezzel, ahogyan mi viszonyulunk ma a gyermekeinkhez, és ahogyan kibontakozott egy olyan fajta a pszichológiai tudást is beépítő szemlélet, amely Piontelli szerint már olyan túlkapásokba és szélsőségekbe is torkollik, hogy hátrányára válik a gyermekek megfelelő gondos nevelésének, mert olyanokat sugall a pszichológia, amit nem tud az anya megvalósítani, nem tudnak a szülők megvalósítani. Hátrányos helyzetek állnak elő azáltal, hogy a szülők elégtelennek érzik a szülői funkciót, miközben mióta a világ, azóta szabályozottan és a gyermekek számára a jövőt biztosító, az életet biztosító fejlődés, most azóta az 1800-as évek végétől számolható. És ugyanakkor a szülők boldogtalanok, elégedetlenek, nem tudják teljesíteni az elvárásokat, amiket üzen a fejlődő tudomány, hogy miként kellene a gyermek egészséges fejlődését biztosítani, és olyan sajátos, mert szeretném azt fölmutatni, hogy akárhonnan közelítünk az ikerkérdéshez, a fejletlen kultúrákban az élet meghagyása, vagy esetleg elpusztítása a döntő szempont, a mi kultúránkban pedig a döntő szempont az, hogy vajon a gyerek számára a szülők és a társadalom megadja azt a gondoskodást, hogy egészséges felnőtt legyen. Itt is totál elutasítás, elégedetlenség, és ebben a kultúrában is nagyfokú elégedetlenség hát nyilvánul meg. És most szeretném felolvasni azt, hogy az ikrekre vonatkozó elutasítások fejezetben hogyan ír arról Piontelli, hogy az ő már 1989-es vizsgálatában is, hisz ezeknek az adatait ő beszövi a könyvébe, ebben az elutasítottság fejezetben is, hogyan van a mai modern gyermeknevelésben sok-sok probléma az ikrekkel kapcsolatban, talán csak azok a pillanatok, a boldog önfelett pillanatok, amikor az ikerterhességről értesül a szülő, ez sem egyértelmű, nem mindig, de talán ezek a tiszta boldog pillanatok, egyébként most felolvasom csak a listát, hogy ő miket tapasztalta, hogy 6 éves korig a gyerekek sorsát követte. Terhességi panaszok, szövődmények, félelem a szüléstől és a tesúly gyarapodásától, a mérték, a méretek növekedésétől, a háttérben álló családi és gazdasági okok, a családi megpróbáltatások, a terhesség alatt a növekvő magzatokkal szembeni ellenségesség, hogy már olyan pontok következnek be az anyaságba, hogy szabadítsanak meg tőlük, mert meg fogok halni, ha még bennem maradnak a gyerekek. A különböző tudattalan agressziók, önsértő balesetek, amikor meg akarnak szabadulni az ikrektől, a tönkrement testi állapot miatti kesergés, a szépség elvesztésének a siratása, a férj érzelmeinek és szexuális aktivitásának elvesztése, a sok teendő miatt a megszülető gyermek gondozásában a férj elégedetlensége, és végül betetőzik a helyzet, hogy a férj esetleg elmenekül otthonról. Na most, ha meggondoljuk, hogy ez az ikerséggel kapcsolatos olyan receptúrában van elénk tárva, hogy akarsz iker gyermeket, akkor nézd, hogy szülő, mire számíthatsz. És olyan szomorúvá tett az, hogy ebben a
nagyon alapos, megfigyelésen alapuló vizsgálat van, amit Piontelli közöl a jelenkori ikerhelyzetről, nem jelenik meg igazán az a fajta elfogadás, érzelem, az a szülői szeretet, amely valójában, mint ikeranya mondom, minden gondot, a kialvatlanságot, a fáradtságot, a kimerültséget, az izoláltságot, a testi panaszokat, a lelki problémákat, mindent felettet, és hogy ennek a fejezetnek, amiben Piontelli erről beszámol, csak az utolsó mondatai igazán kedvesek, amikor arról szól, hogy egy édesanyja sok esetet hoz, és sok konkrét anyát és párt idéz. Az édesanyja azt mondja ebben a bizonyos elégedetlenségről szóló zárófejezetben, hogy de mindent felül ír az a boldogság, hogy szeretem a gyerekeimet, hogy vannak gyerekeim, és hogy az élet így tovább megy. Az életnek ilyen pozitív szemlélete valójában eléggé kevéssé jelenik meg Piontelli könyvében, és ezt a fajta kicsit érzelmileg hűvös, visszafogott, a pszichológiai területtel kapcsolatban hát nagy aktivitást nem mutató attitűdöt hiányolom én, hogy, vagy hát ezt tekintem olyannak, ami miatt nekem túlságosan sok a negatív adat és az olyan információ, ami miatt a záradék olyan, noha ő a konklúzió című fejezetében írja le, hogy mit hoztam magammal, azaz, hogy mik azok, amik a tapasztalatok, tehát ott írja le, hogy a társadalom ítélőképessége, ítélete, viszonyulása a gyermekhez általában, az élethez általában, a vallási képzetek jelentősége az élet vezetésében, a gazdasági lehetőségek a gyermekellátását illetően az ikerségre vonatkozóan is úgy képeződnek le, hogy élesen és határozottan kell azt mondani, van egy fontos szempont, az élet továbbvitelének a szolgálata, itt mindent nyilvánvalóan meg kell tenni, és hogy valahogy talán az életének az egész menete, hogy ő különböző országokban szolgálta az egészséget, fölemeli az ő kicsit száraz és pszichológiailag hűvös attitűdjét egy értékfokra a szememben, hiszen lehet, hogy nem volt érzelmileg nagyon közel álló az ikerséghez, ő maga le is írja, hogy neki nem voltak ikergyerekei, csak kutatóként és érdeklődő orvosként foglalkozott az ikrekkel. Valójában ő mégis azzal, hogy rengeteg időt, energiát odaszánt az ikerhelyzet tanulmányozására, hatalmas tudományos szolgálatot is tett. A munkája nem egy döntően tudományos munka, ismét mondom, kultúrantropológiai munkának tartható, de ma nem létezik az ikerséggel foglalkozó egyetlen kutató vagy érdeklődő személy sem, aki ezt a könyvet ne kellene, hogy elolvassa. A mélységeitől meg fog borzadni, az esetek súlyosságától nyilván olykor egészen rosszul lesz az olvasáskor, de felemelkedünk egy olyan szintre, hogy minnyáján érezzük azt a közös üzenetet és feladatot, hogy azért kell foglalkozni ezzel a kiválósággal, kiváltsággal, amit az ikrek hordoznak, hogy valamit megértsünk a világból, mi az a legnagyobb erő, ami tovább viszi az életet. Egy részéről a könyvnek egyáltalán nem szóltam, és azért nem, mert Császár Noémi, aki saját maga, mint ikergyermek, belülről élt meg, tapasztalt rengeteg mindent, és eleve más optikából tudja olvasni is ezt a könyvet. Az iker kapcsolat szorosságáról, az ikerkötődésnek a páratlan, valójában megfejthetetlen mélységeiről ő tud valójában, azt hiszem, legtöbbet mondani. A könyv egy külön fejezetet szán erre, de majd mindenhol megemlíti azt, hogy az ikrek egymás számára szinte a túlélést biztosító élettámpontok. Most én akkor átadnám a szót Császár Noéminek, hogy ő is mondja el, hogy mi a számára az üzenete ennek a könyvnek. Köszönöm szépen a figyelmet!